Köszöntjük kedves nézőinket, folytatjuk visszapillantó műsorunkat. Ahogy látni fogják, mozgalmas volt a március is. Elsőként egy könyvbemutatóra látogassunk el. A már nyugdíjas Reisinger Attila a földhivatal munkatársaként a 80-as években jelentkezett először tárca novellákkal. Hosszabb lélegzetű regényei témájuk miatt akkor nem jelenhettek meg. 2004 óta 9 történelmi kisregény bemutatja be a szűke pátriájához kötődő emlékeket családtagjai szemszögén keresztül. Az ösztönzött erre, hogy fiatal koromban, amikor a Hegyeshalmi templomot renoválták, akkor olyan csontletek kerültek elő, amik a régmúltat idézték föl, és akkor döbbentünk a többen rá, hogy azról a korszakról semmit nem tudunk. És mivel rengeteg információval, emlékekkel rendelkeztem már akkor, ugye mert 4 generációs családban nőttem föl, úgy éreztem, hogy le kell írni azokat az emlékeket, mert ugyanarra a sorsa jutnak, mint az a történet, aminek csak a ásatag emlékei kerültek elő a Hegyeshalmi templom dombból. Reisinger Attila regényei mind a történelem fordulópontjai köré fonódnak. A legutóbbi Sárvíz című kötet az első világháborútól kezdődően 80 évet felölelve magával ragadó stílusban mutatja be, a nagyapó és az unoka szemszögéből párhuzamosan haladva a család minden megélt tragédiáját. Az emberiesség, a kitartás és a becsület megőrzése a bármilyen tragédia közepette is. Ez a legfontosabb. Ugye Nyílő Vince emlékének szántam ezt a kisregényt, ő a déd nagyapám volt, és egy kiváló ember volt, ahogy megismertem, 1954-ben halt meg, 87 éves korában, és példaértékű életet élt, és hát neki szerette volna ezzel emléket állítani. A Sárvíz, mint szó, ugye ez a Lajta ős magyar neve, sajnos ma már feledésbe ment, nem nagyon használjuk, az utolsó utcát is átkeresztelték, a Sárvízpartot, Vízpart utcára, ami őrizte ezt a nevet, de a régiek, nagyszüleim, dédszüleim generációja még használta ezt. És ehhez a környékhez kötődik ez a kisregény cselekménye is, hiszen a őseim ezen a területen éltek több évszázadon keresztül már, és így az első világháborút behatároló korban kezdődően egészen a Rákosi korszak végéig ível át ez a kisregény, ezt a korszakot idézi ezt fel. Március a forradalom hónapja, ennek kapcsán egy kiállítás is nyílt a Hansági Múzeumban. Ahogy látni fogják, itt még a fegyvereket is kézbe lehetett venni. Valami olyan dolognak lehetünk tanulni, amire méltán lehetünk büszkék. Hiszen elindul a múzeum ezzel a kiállítással, aztán következik a 48-as kaszinó középiskolában, és aztán szerte megemlékezések mindenütt a városban. Azt hiszem, hogy ha méltó emléket akarunk állítani egy ünnepnek, akkor valahogy az így kell fölvezetni, és így kell tenni. A Hansági Múzeum időszaki kiállításán a felvonultatott tárgyak mögött kirajzolódik a magyar történelem egyik nagy korszaka, amely a reformkorral vette kezdetét, és a szabadságharcot követő megtorlással fejeződött be. A megnyitón dr. Kedves Gyula hadtörténész beszédében kifejtette az 1848-49-es események jelentőségét és a következő történelmi korszakokra gyakorolt hatását. 1848. március 15-e azért olyan nagy diadala a magyarnak. Azért emlékezik rá minden generáció, függetlenül attól, hogy éppen milyen társadalmi rendet építettek. Tovább megyek, nem volt olyan diktatórikus, zsarnoki rend sem Magyarországon, amely ne próbálta volna kimazsolázni 1848 mozgósító erejét. A tárlat bepillantást nyújt a szabadságharc hadtörténetébe, megismerhetjük a szemben álló honvéd és a császári királyi seregek fegyverzetét, egyenruháját, és a képi ábrázolások révén megelevenednek a nevezetes csaták és az események fontos személyiségei is. A 19. század első felében, reformkor, a forradalom szabadságharc alatt használt osztrák-magyar fegyverek, illetve egy-két balkáni fegyver is, hisz ugye a déli határ mentén a szerbekkel, horvátokkal komoly harci tevékenységet folytattunk. Van egy-két szép díszszabja a kiállított anyagok között, nemesi díszszabja. Itt az egyik legbecsesebb darabom az egy tűzaranyozott ampír szabja. Nekünk ugye 1848-49 családi vonatkozás,
miután a család több felmenője is. Egyikük huszártisztként, másikuk református püspökként harcolt a honvéd csapatokban, úgyhogy a mesék azok általában gyermekként erről szóltak, és hát ez volt az egyik fő ok annak, hogy a szabadságharc emléktárgyait megpróbáltam összeszedni és összegyűjteni. Ezek a tárgyak önmagukban értékek, hogyha a gyűjtő falállónak akkor is egy szegény árva nemzetnek a gyönyörű történetét meséli el. Lázár Vilmos aradi tábornok kardja a gyűjteményben, Bőti Ödön szabjája a gyűjteményben, Batthyány kardja a gyűjteményben. Sok olyan szép tárgy van, ami nagy magyaroknak a tulajdonában volt. A két gyűjtő olyan fegyvereket, viseleti kiegészítőket, viseleteket, illetve a szabadságharchoz kapcsolódó egyéb relikviákat gyűjtött össze, amelyek ilyen gazdagságban szinte egyetlen közgyűjteményben sem található meg, és ők nem csupán saját tetszésükre gyűjtötték ezeket össze, hanem azért, hogy ezt megosszák a közönséggel is. A kiállítás tulajdonképp az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hadtörténetét, fegyvertörténetét mutatja meg, és a fegyvereken, illetve a hozzájuk kapcsolódó eseményeken keresztül magának a forradalomnak és a szabadságharcnak az eseményeit is felvillantja, és ehhez kapcsolódóan a mosonmagyaróvári események is megjelennek, illetve olyan kiadványok, emlékek, amelyek Mosonhoz vagy Magyaróvárhoz és az itteni eseményekhez kapcsolódnak. A Moson-Magyaróvári Civil Szövetség rendszeresen szervez kerekasztal beszélgetést, márciusban például a Nemzeti Együttműködési Alapról volt szó. A Moson-Magyaróvári Civil Szövetség és az önkormányzat 2009 óta működteti a kerekasztalt, ahol a legaktuálisabb témákat beszélik át. Ez évente többnyire 4 alkalmat jelent. Az idei első fórumon 4 napi rendi pont volt, köztük az egyik a Széchenyi Programiroda bemutatkozása. Célunk, hogy a lehető legnagyobb hallgatóságot és a legtöbb embert elérjük, a potenciális pályázókat. Itt a civil szektornak tartunk előadást, az aktuális támogos pályázatokat, lehetőségeket mutatjuk be. Például magánszemélyek képzése, vagy éppen gyakornoki program cégeknek. Kora nyárra pedig már a munkahelyi képzéseket is tervezi az iroda. A Moson-Magyaróvári Civil Szövetség 2 napi rendi ponton is szerepelt, beszélt a tagszervezésről, illetve a könyvelésről. Évelején elindítottunk egy tagszervezési hullámot, akciót, és ennek eredményeképpen már 3 tagszervezettel bővült a taglétszám, de továbbra is várjuk a Moson-Magyaróvári civil szerzeteket a civil szövetség tagjai közé. A civil könyvelésről pedig annyit, hogy 2012. január 1-től kötelező a 2-ös könyvitel végzése a közhasznú minősítésű szervezeteknek, és nagyon sok szerzetnek gondot okoz a 2-ös könyvitelnek az elvégeztetése. Ebben próbálnak segítséget nyújtani az egyesületeknek, alapítványoknak. A szövetség felvett ugyanis egy szakembert, aki ezt a könyvelést elvállalja. A Nemzeti Együttműködési Alap is terítékre került, azon belül is a szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése. Egészen pontosan van egy számítógépes program, ez a úgynevezett EPER, az Egységes Pályázatkezelő és Egyeztető Rendszer. Ezt az egyesületek alapítványa képviselői már nagyon jól ismerik, és gyakorlatilag ezt fogom részletesebben kicsit elmondani, hogy mik azok, amiket itt rögzíteni kell, illetve mik azok a mellékletek, amiket nekünk be kell küldeni, hogy a elszámolás komplett legyen. A civil kerekasztal legközelebbi ülését előreláthatólag májusra tervezi a szövetség. A következő anyag közben bizonyára nagyot nyelnek majd, hiszen a második Haller gasztrokupáról számolunk be önöknek. Immár második alkalommal rendezte meg a Haller gasztrokupát a mosoni szakközépiskola. Nagyon neves szakácsok érkeztek, nagyon neves zsűritagjaink vannak, és több mint 80 versenymunkát láthatunk itt az asztalon. Örülünk, hogy ez az intézményünkben van, mindenütt szerepel, hogy Haller iskola, mindenütt szerepel Tukovics Antal kollégánk, főszervezőnknek a neve, aki már tavaly a szakképzés kiváló, város kiváló pedagógusa lett, és szándékunk, mint ahogy idén is, mint ahogy tavaly volt, hogy minél több gyerek kerüljön majd az intézménybe beiskolázásra. Ez a verseny
itt a Nyugat-Dunántúlon én úgy gondolom, hogy egyedülálló, illetve Magyarországon is, mert nem csak szakács, pincér, cukrász és a pék tanulók tudják megmutatni azt, hogy mi is a tudásuk, mennyire készültek fel megmérettetni magukat, hanem egy vendéglátóipari fórum is kapcsolódik ehhez a Haller Gasztrokupához. Ez annyit jelent, hogy különböző kiállítók, bemutatók, koktéldobálós, tehát ők mind-mind részt vesznek a nap folyamán. Sok érdeklődő kereste fel a Haller iskolát és nézte végig a különlegesebbnél különlegesebb egyedi alkotásokat. Felnőttek és cukrásztanulók is jelentkezhettek alkotásaikkal. A zsűri abban a kiváltságos helyzetben volt, hogy nem csak a látványban gyönyörködhetett, hanem meg is kóstolhatta akár spongyabobot is. Nagyon változó. Pont most próbáljuk értékelni és tanácsot adni a fiataloknak, hogy mind változtassanak. Valamelyiknek megvan az a bizonyos íze, aromája, amit képvisel az a sütemény, de van olyan sütemény, amelyiknek nem tudjuk eldönteni, hogy mi van benne. Egyhangú. Nincs meg az a bizonyos plusz. Nem azt mondom, hogy aroma, hanem ha gyümölcsöt csinál az ember, akkor igenis főzön le egy picike kis gyümölcsöt cukorral, azt vegyítse a krémmel, vagy a tejszínnel, vagy bármivel, rögtön egész más ízt kap. A süteményeknél szárnyalt a fantázia, a sajtortából egerek másztak ki, a virágok pedig szinte megszólaltak. A cukrászokat és a tanulókat külön értékelték. A szakácsok többfogásos ételekkel mutatkoztak be, az ízléses, látványos tálalás és a főértékelési szempontok között szerepelt. A pincérek közül egy csapat kisújszállásról érkezett, akiket a közelgő nemzeti ünnepünk ihletett meg. Tavaly volt kisújszálláson a illési gasztrokupa, és ott oda jöttek a Haller iskola, és mi is megtiszteltük őket azzal, hogy eljöttünk, mert ők is eljöttek hozzánk. Elég sokat készültünk rá, a borvidékeket azt nagyon meg kell tanulni, inkább a borokra kellett most koncentrálni. A kompozíció az asztalnak, hogy egy gokárdát mutat, azt terveztük, hogy ütősebb lesz, mint átlag asztal, és március 15-ére terítettünk. Szeretek versenyezni, szeretnék első lenni, szeretnénk, úgyhogy jól érzem magam, hogyha versenyezhetünk, szeretem csinálni ezt az asztalterítést. A támogatók nélkül ez a rendezvény sem jöhetett volna létre. A cégeken túl Moson-Magyaróvár város önkormányzata is hozzájárult a második Haller Gasztrokupa sikeres lebonyolításához. A szigetközi hagyományok, népdalok, népszokások elevenedtek meg a Fehérló Közösségi Házban a Tündértó Titka című előadáson. A Tündértó Titka című előadás, amelyet a Kislaptáros zenekar vitt színpadra, több mesét foglal magában Timafi László néprajzkutató gyűjtéséből. Valóban létezik ez a Fölsővörös fűzes cikola határában, hát ez most Dunaszigetté egyesült, ez a párfalu. Ez most is megvan, és valóban megvan a medermaradvány, és direkt beazonosított a műholdas fotóról. Tényleg ott van még mindig az a tündértó, sajnos víz már nincsen benne. A szigetközi monda szerint a tündértó varázserővel bírt, amelyet a környéken élő hölgyek ki is használtak. Nos, hát azt mesélték még a Laci bácsinak az akkori idősebbek, hát ő ugye olyan 10-es születésű lehetett, tehát ezek az asszonyok, akiről szó van, vagy lányok, hát szerintem a két háború közt még ez tényleg szokásban volt, hogy kiártak a lányok, fiatal asszonyok, és Anna nap utáni holtölte éjjel megfürödtek a tündértóba, mert azt tartották, hogy akkor ők szebbnek lesznek, szebbek és egészségesebbek lesznek, mint voltak, és azért lesznek, akiket ők szeretnek. Az elmesélt történetek között hozzájuk illő népdalokat énekeltek a szereplők, igyekeztek minél több elemet belevinni, hogy a legapróbb nézőnek is folyamatosan fenntartsák az érdeklődését. Ezért van benne ének, van benne egy kis tánc, a meséket is próbáljuk feldobni, tehát hogy ne csak ugye meséljünk közben, hanem van vetítés, nézhetnek közben képeket. Tehát minél színesebben közben kiszólunk a gyerekeknek, kérdezünk, visszakérdezünk, ismerik-e ezt a mesét, vagy láttak-e már ilyen állatot, amiről éppen szó van, vagy bármi, ami éppen a mesében előfordul. A Kislaptáros zenekar meg volt elégedve a premier előadás sikerével. Egy kicsit aggódtunk tőle, mert azért ebben elég sok mesés rész van, tehát olyan rész, amikor mesélünk, és gyakorlatilag csönd van a színpadon, csak egy mesélőnek a hangja hallatszik, esetleg néhány kép látszik, és azt is nagyon szépen vették, odafigyeltek rá, úgyhogy ez nagyon tetszett. A mozgalmasabb részeknél pedig, akárcsak a nagyok, végig tapssal jutalmazták a zenészeket, az ismertebb népdalokat együtt is énekelték a szereplőkkel. Elmutatni újra zöldül a sajtjás, a hűtlen babám helyett megint akad más. Vízen járok, nincsen zát, hogy nincsen part,
az a rész tetszett, amikor beleugrott a tovva a lány, és azért tetszett, mert szép lett tőle, és a fiú kimentette. Nagyon jó volt. Tetszett a díszlet, meg hátul közben, amit vetítettek. Amikor a kislány beugrott a tovba, az volt a kedvenc részem. A végén természetesen megtudták a gyermekek a tündértó titkát, sőt, a szórakozás mellett megtanulhattak pár szigetközi mondát és népdalt is. Emlékeznek, milyen nagy havazás volt március 15-én? Ez természetesen a megemlékezést is átalakította, de azért olyanok is akadtak, akik felkeresték a múzeumkertet és a többi helyszínt, hogy méltóan emlékezzenek az 1848-49-es forradalomról. Föltámadott a tenger! A népek tengere! Ijesztve eget, földet! Szilaj hullámokat vet rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Szép számmal érkeztek a megemlékezők a Hansági Múzeumhoz március 15-én, hogy tiszteletüket tegyék a szabadságharc áldozatai előtt. A himnuszt követően Széles Sándor megyei kormány megbízott ünnepi beszédében elmondta, hitet ad neki az, hogy a rendkívüli időjárás ellenére ennyi polgár jött el a közös visszatekintésre. Beszél továbbá arról is, hogy ma is hasonló harcokat kell megvívnia a magyarnak, mint a 48-as, 49-es hőseinknek. Mi is tisztába kívánjuk hozni az alkotmányt, ami a haza minden barátainak kívánságát fejezi ki. Ez az a 48-as márciusi lelkesedés és bátorság, ami ma sem fél megváltoztatni a világot. Ma nincs lehetőség tépelődésre, hazánk pillanatai drágák. Most kell tenni Magyarország kívánságáért. A márciusi ifjak győzelemre vittek egy vesztes háborút, és ez az áldozat példaértékű a mai magyarnak. Folytatni kell az őseink ránk maradt feladatát, óvni kell ezt a nehezen kiharcolt szabadságot. Az elmúlt pár évben saját bőrünkön tapasztalhattuk meg, hogy a magyarság képes a folyamatos megújulásra. Képes arra is, hogy más államoknak utat mutatva, világító lámpásként az élvonalban haladjon, a válságval való kilábalás útján. Erre a nemes feladatra akkor is képes, ha sokan vannak, akik törekvését rossz szemmel nézik. Magyarország megértette, hogy jövője a magyar emberek jövőjének alakulásán alapul. Az ünnepi beszéd után a Teátrumát Flexum műsora tárta elénk a forradalom pillanatait. A kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot, és majd teljes erővel kezdjük meg a nagy munkát. Először az orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, és az egész késő estig tartott. De a lelkesedés olyan, mint a görög tűz. Víz nem oldhatja el. A múltat visszaidéző gondolatokat a koszorúzás követte a 48-as emlékműnél, ahol a gyászoló polgárok egy emberként tisztelegtek az 1848-as, 49-es szabadságharc hősei előtt. A fiókosok nem csak koncerteket szerveznek, hanem különböző tréningeket is, vagy éppen a célcsoportnak segítenek az álláskeresési praktikák elsajátításában. Önéletrajzom egyelőre nem volt, és akkor szerettem volna ezt bepótolni, a hiányosságokat, motivációs levélhez szükséges információkat megtudni, akkor interjún való részvételhez szükséges kérdésekre való válaszkönnyítés, hogy könnyebben tudjam megválaszolni. Csaba még egyetemista győrőd, de már most hasznos tanácsokat szerzett be az álláskereső csoportban. A Fiók Ifjúsági Klub így egy újabb lehetőséggel sietett a fiatalok segítségére. Az álláskereső csoport célja volt az, hogy olyan ismereteket jutassunk el az érdeklődőknek, amikkel nincsenek tisztában. Öten vannak jelenleg a csoportban. Ezúttal nem volt mindenki jelen a foglalkozáson, hiszen március 14-én óriási szélvihar tombolt a városban és a környékén. Előadást tartottak viszont az önkéntes.hu munkatársai. Nem árt tudni az álláskeresőknek, hogy a meghatározott feltételek mellett az önkéntes munkával is szerezhetnek jogosultságot,
foglalkozást helyettesítő támogatásra. Kevesen tudják, hogy akik foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak, és valamilyen oknál fogva nem tudták megszerezni az eddigi szükséges munkaidőt, akkor hogyha közérdekű önkéntes munkában 30 napot eltöltenek, akkor innentől kezdve jogosultá válnak ismét a foglalkoztatás helyettesítő támogatásra. Manapság akár az interneten is sok mindent lehet összeolvasni, akár az álláskereséssel kapcsolatban is, de nem árt hozzáértők személyes véleményét is kikérni vagy részt venni egy olyan foglalkozáson, ahol a gyakorlatban is kipróbálhatják, milyen részt venni, például egy állásinterjún. Interjú kérdések spontán voltak feltéve, és akkor mindenkinek próbálnia kellett válaszolni, mint hogyha adott helyzetben élesen válaszoltunk volna az interjún. Sok információt lehet begyűjteni már az interneten keresztül is, illetve a képzőintézmények is igyekeznek segíteni ebben a fiatalokat. Azt a tudást, amit megszereznek, azt használják a gyakorlatban is, és ennek birtokában sikeresen el tudnak helyezkedni. A Fiók Ifjúsági Klub április elejétől új álláskereső csoportot indít, így várják az érdeklődők jelentkezését. A Mosonyi Mihály Zeneiskola rendszeresen szólítja a színpadra diákjait, hogy megörvendeztesse ezzel a városlakókat és természetesen a szülőket. Most egy növendékhangversenyről láthatnak összeállítást. Havonta egy alkalommal bemutatják tudásukat a Mosonyi Mihály Zeneiskola diákjai a Fehérló Közösségi Házban. Ilyenkor mindenféle hangszert lehet látni a színpadon, a zongorától egészen az ütősökig. Ez nem egyszerű dolog, kilépni a színpadra, ott egyedül van, közönség előtt. Hát nagyon sokan vannak úgy, hogy első fellépők, ők még egy emléklapot is kapnak, biztatásul. Hát és akkor szép lassan ugye, hozzászoknak a színpadhoz, és nyilván ez segít őket, bátorítja, buzdítja, serkenti a további készülődésüket is. Az ifjú zenészek rendszeresen vesznek részt versenyeken, ahonnan többnyire kiemelkedő eredménnyel térnek haza. Az ehhez hasonló hangversenyek a felkészülésben, a lámpaláz leküzdésében is segítenek, hogy a megmérettetéseken már minden tökéletesen menjen. Most van a versenyzések ideje. Éppen ma jöttünk meg Szombathelyről, a klarinét versenyen voltunk, ez is éremmel jöttünk haza, de volt már zongora verseny, cselló verseny, ahol nagyon szép eredményeket, ezüst, arany fokozatokat értünk el, és nagyon örülök annak, hogy a növendékeink, a zeneiskola növendékei nagyon szépen helytállnak ezeken a versenyeken, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szép eredményeket tudnak maguknak. Nem csak az oklevél jár jutalmul a szereplőknek, a hangszer és zenetudás olyan ajándék, amelyet örökre megtarthat magának az ember. Hegedűn játszok, és ez a második év, amikor tanulok. Előképzőben nem jártam, mert megvolt hozzá a zenei tudásom, és nagyon szeretem ezt a hangszert, de nem mindig van időm gyakorolni, mert a tanulásra is sok időt fordítok. Óvodáskorom óta zongorázok, a zene megnyugtat, meg jó hallgatni. A zeneiskola már készül a vizsgaidőszakra, valamint a további versenyekre. Áprilisban pedig a hagyományos zenésest mellett tanári hangversennyel is várják a vendégeket. Mi magyarok szerencsés helyen élünk, kitűnő a termőföld hazánkban. A fenntartható fejlődés jegyében azonban újításokra van szükség. Már több évtizede kutatási terület az algából kinyert bioüzemanyag termelése. Európa 5. legnagyobb algagyűjteménye Moson-Magyaróváron található. Nem csak a mérete határozza meg ennek a jelentőségét, hanem az a specifikus
tudás és tudományos lehetőség, amely benne rejlik ezekben a mikroorganizmusokban, ezekben a szervezetekben, és sok tekintetben segítséget nyújt számunkra a mezőgazdaság fejlesztése tekintetében az útkeresés szempontjából. Mikroalga biotechnológia a fenntartható mezőgazdaságban című kutatását kezdte meg az egyetem 2012. december 1-én, konzorciumot alkotva a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont mezőgazdasági intézetével. A projekt három részből áll. Az első alprojektben a molekuláris biológiai módszerekkel molekuláris taxonómiai kérdések megválaszolása az egyik fő cél, vagyis hogyan tudjuk ezekkel az új molekuláris biológiai módszerekkel megkülönböztetni egymástól a gyűjteményben lévő különböző törzseket, hogyan lehet őket taxonómiailag meghatározni, nem csupán a morfológiai bélyegek alapján. A másik témája ennek az első alprojektnek az, hogy a lipidtermelő algák molekuláris biológiai módszereivel tudunk-e új ismeretekhez hozzájutni, ami a lipidtermelés élettani kérdéseihez tartozik. Ide kapcsolódik az a kérdés is, hogy hogyan tudják a különböző algákat szaporítani úgy, hogy a növényvédő hatásukat megőrizzék. A harmadik rész pedig arról szól, hogy az alga tömegtermesztés energetikai kérdésében hogyan tudnak előbbre jutni. Az algatömegtermesztésnek két fontos gondja van, ha a bioüzemanyag termelés a cél. Az egyik az, hogy nagyon drága az algákból előítható olaj, még mindig, de ezt majd az élet valahogy megoldja. A másik kérdés pedig az, és ezt kell nekünk megoldani, hogy hogyan lehet csökkenteni azt az energiafelhasználást, amit egy egységnyi alga előállítására felhasználunk. A Marton-Vásári Kutatóintézetben alkalmazott molekuláris biológiai módszerek, különböző markerezési és DNS fingerprint technikák lehetővé teszik azt, hogy ezeket az algatörzseket minél pontosabban jellemezzük, valamint, hogy azonosíthassunk olyan géneket, fehérjéket, melyek a bioüzemanyag előállítás szempontjából jelentős lipidtartalom termelődésben szerepet játszanak. A végeredmény részben a globális felmelegedés problémájára is megoldás lehet. Az egyik cél az az, hogy a kibocsátott széndioxid mennyiséget, amit a különböző fosszilis energiaforrások elégetésével ugye a levegőbe juttat az emberiség, annak a mennyiségét hogyan lehetne csökkenteni. A pályázat megvalósítása már 2012. december 1-én megkezdődött, a kutatási tevékenységek pedig 28 hónap alatt valósulnak meg. Az ehhez kapott uniós támogatás közel 500 millió forint. Idén a Futurában szervezte meg a vízvilágnapját az Aqua. Érthető, hiszen a négy őselem egyike a víz. Igen, elindult, nagyon jó, és már is itt kicsit. Ez az, kérem szépen, és megszületett az Aquából. Hogyan lehet az ivóvízből bort varázsolni? Többek között erre a kérdésre kaptak választ a látogatók a vízvilágnapján. De igénybe vehették a Futura többi játékát is, és azt is láthatták, hogy hogyan kell vízzel teli poharakat hangszerként használni. Az együttműködés, amiről ez az év szól, hiszen 2013 az együttműködés éve, ez egy nagyon fontos információ a vízvilágnapján. A legkisebbek is tudnak tenni a vízért. Azt tudni kell, hogy ma a világon 1,1-1,2 milliárd ember már szószoros értelemben szomjazik, és nagyon-nagyon sok embernek pedig nem jó minőségű vize van. Mosonmagyaróvár és térsége szerencsés ebben a tekintetben, hiszen itt az ivóvíz minősége kiváló és a mennyisége is megfelelő. A többi területhez képest mondhatni, víz nagyhatalom vagyunk. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kell vigyázni a készletre. Legtöbb ember azt hiszi, hogy akkor van vízfogyasztás, amikor kinyitja a csapot, lehúzza a WC-t, de mikor gondolunk arra, hogy amikor megeszünk egy hamburgert, vagy bármilyen ételt, annak mennyi vízfogyasztása van, vagy egy asztalnak, vagy egy számítógépnek, vagy bármilyen szinten, hiszen az előállításához víz kellene. Bizony, ha csak annyit csökkentenénk a fogyasztásunk, amit egyébként szemétbe dobunk, az óriási előnyt jelentene az ország, és legfőképpen a világ számára. Éltet minket,
meg nyáron leginkább vízipisztoly csatákhoz, nélkülözhetetlen. Nem csak azt tanulhatták meg a gyermekek, hogy mihez használunk vizet, hanem azt is, hogy hogyan tudunk takarékosabban bánni vele. Nem szennyezik a vizet, mert ugye az is mond pazarlás. Mert például öntözni az esővízzel öntöznek, amit úgy összegyűjtenek hordókban például. Mert mi is azt szoktuk csinálni. Az ivóvíz készletért mindenki a saját szerepének megfelelően tud tenni. A szórakozás mellett a világnapi rendezvény erre hívta fel a kicsik és a nagyok figyelmét. Az osztrák turisták áradata elapadt, gyakran még nyáron is téli álmot alszik a Magyar utca, a belvárosi üzletkör ezen kíván segíteni. Kereskedők, szolgáltatók és vendéglátósok gyűltek össze immár második alkalommal, hogy együtt ötleteljenek. Hogyan lehetne visszacsalogatni a vásárlókat, vendégeket a történelmi belvárosba? Ezért vannak itt, hogy kitalálják a jövőt. Erre hívtam és invitáltam mindenkit. A jövő az azt jelenti, hogy a város lakosságát vissza kell hívni, vissza kell csalogatni a belvárosba. Van mit nézni, látni, vásárolni, csak megfelelő helyzetet és alkalmat kell teremteni a városlakóknak. Az együttműködést belvárosi üzletkör néven egy civil szervezet fogná össze. Várják a történelmi városmagban, illetve vonzás körzetében működő vállalkozásokat, hogy minél szélesebb körül legyen az összefogás. Nagyon szeretném veletek megbeszélni, hogyha ezt a belvárosi üzletkört úgymond megalapítjuk, vagy megalapítottuk, akkor milyen célunk legyen, hisz a cél a legfontosabb, hogy ezt ki tudjuk tűzni. Illetve az együttműködésnek a formájáról lenne szó, és az ehhez kapcsolódó konkrét teendőkről, feladatokról, mint a logóválasztás, hirdetés, pénzügyi alap, és hát a társszervezetekkel való együttműködésről. Az összejövetelek egyik legfontosabb feladata tehát, hogy együttműködve, egymást kiegészítve dolgozzanak a vállalkozások, valamint mondják el ötleteiket. Én arra gondoltam, hogy az internet egy hatalmas hatalom, és kellett esetleg csinálnunk egy közös internetes oldalt, vagy egy Facebookos oldalt, ahol mindenki összefogna ebbe a dologba. És valaki, aki egy arra megbízott személy kezelni ezt a dolgot, hogy mindenki megfelelő helyen és időben jelenjen meg rajta. Ezzel le lehetne mérni az érdeklődéseket, tehát erről kellene visszajelzést is adni mindenkinek, hogy milyen volt a fogadtatás. Hamarosan egy látványos akciót is tart a belvárosi üzletkör. Csütörtökönként hosszított nyitvatartással várják a látogatókat. Április 4-től a Hosszú Csütörtök című programot szeretnénk beindítani. Ez azt jelenti, hogy 19 óráig, azaz 7 óráig nyitva lennének a körhöz csatlakozó üzletek. Ezt egy kis logóval is jeleznénk az üzlet kirakatában, illetve az ajtaján. A körhöz nem csak a belvárosi vállalkozókat várják, hanem azokat is, akik segíteni szeretnék a történelmi városmag fellendülését. Szerencsére sokan kerekeznek a városban, a tolvajok viszont sajnos Moson-Magyaróvárt sem kímélik. A megoldás kerékpárregisztráció, mégpedig a Kisduna Polgárőr Egyesületnél. Én vagyok az első. Az első, aki regisztrálta bicikliét az országos kerékpárregisztrációs rendszerben Moson-Magyaróváron. A Kisduna Polgárőr Egyesület, valamint az Egyesület a Városközpontért tagjainak köszönhetően ugyanis már városunk is csatlakozott ehhez az akcióhoz. Az országban ez már úgy elterjedt, hogy 25 ezer kerékpár van beregisztrálva. Csak a hegyes halmiak regisztráltak 800 kerékpárt, mióta csinálják ezt. És már több olyan adat is van, mi szerint ennek a rendszernek a segítségével sikerült a rendőrségnek lopott kerékpárokat visszaadni a tulajdonosának. Nincsen szükség sok dologra a regisztráció során, és teljesen ingyenes. Annyi az egész, hogy el kell hozni a kerékpárt, esetleg, hogyha a kerékpárnak megvannak még a papírjai, akkor azt is, és a néhány személyes adat kell a tulajdonostól, és ezek lesznek rögzítve egy kis igazolványba, amit a tulajdonos fog megkapni nálunk egy regisztrációs lapon. Az információkat, valamint a bicikli fényképét rögzítik, majd felviszik az országos hálózati rendszerbe. Az Egyesület a Városközpontért egyik tagja adta nekünk ezt az ötletet, hogy csináljuk ezt a kerékpárregisztrációt. Ő, mint hegyeshalmi lakos, ezt
figyelemmel kísérte, hogy Hegyeshalomban hogy történik, akkor felvettük a hegyeshalmi polgárőrséggel a kapcsolatot. Aztán kis idő múlva kiderült, hogy teljesen érthető módon egyik polgárőrség a másiknak kívánja átadni ezt a feladatot, és akkor kerestük meg a Kisduna polgárőrséget, hogy szeretnénk csatlakozni ehhez a munkához. Moson-Magyaróvár is térsége kimondottan kerékpárt használó város, a biciklizés jó egészségügyi hatásai mellett környezetbarát tevékenység is. Itt a városközpontban még inkább nagyon-nagyon sokan kerékpároznak, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez a mi egyesületünknek egy teljesen kézenfekvő dolog, hogy ebben a feladatban mi így együtt is részt vegyünk. A lopott jármű újraeladását is nehezíti a rendszer. Ha valaki használt kerékpárt szeretne venni, akkor előtte az interneten megbizonyosodhat arról, hogy nincsen körözés alatt. Ennek az egésznek az a lényege, mint amit az állatoknál használják, a csipelést, hogy amikor megtalálják a kerékpárt, akkor vissza tudjuk szolgáltatni a tulajdonosának. Jelen pillanatban több mint 100 kerékpár van a rendőrség birtokában, aminek nem tudják az eredetét, nem tudják a tulajdonosát, tehát nem tudják visszaszolgáltatni. Mostantól tehát minden szombat délután 2 és 5 óra között ingyenesen lehet csatlakozni a rendszerhez a Széchenyi utca 7-es szám alatt. Nem hanyagoljuk el az oktatási intézményeket sem, a piaristáknál a diákok alkotásaiból nyílt kiállítás. Kiállítás nyílt a piarista iskolában néhány tanuló alkotásaiból. Igyekeztem a kiállítást idén izgalmasan összeválogatni, hogy legyen belőle egy kis ízelítő, hogy mi történt rajzórán. A legügyesebb munkákat minden osztályból igyekeztem beleválogatni. Ezen kívül az alsó szakkörösöknek is vannak kint műveik, hogy ők is örüljenek és legyen egy kis inspiráció, hogy jövőre esetleg még többen jöjjenek. A rajzképesség fejleszthető, olyan, mint a biciklizés. Ha az ember megtanulja, utána már nem felejti el. Sokaknak ez már életstílus, de akad, akinek önkifejezés az alkotás. A festményeken és a rajzokon saját gondolatvilágukat, érzelmeiket jelenítik meg a tehetségek. Én már egészen kiskorom óta rajzolok, konkrétan óvodás korom óta, úgymond a legjobb barátom a ceruza és az ecset. És hát hobbi szinten üzöm ezt, tehát nem ebben szeretnék tovább menni, de hobbi szinten szerintem örökre meg fog maradni. Hát ebben élem ki az érzelmeimet, az álmaimat, sokszor azokat is festek le, álomképeket. Hobbiskorom óta rajzolok, mindig is nagyon szerettem, mostanában hobbiként üzöm, amikor jön az iklet, akkor festek valamit. Állatokat szoktam rajzolni, majd ilyen emberi alakokat. Igazából tavaly próbálkoztam portrék rajzolással is. Nem csak a tehetségükért járhat a művészeknek a gratuláció, hanem a kitartásukért is. A kiállító diákok ugyanis szabadidejükből szentelnek időt hobbiuknak. Mai műsorunkban már jártunk a Haller iskolában, most egy kis időre visszatérünk, hiszen itt szervezték meg a katasztrófa védelmi versenyt. Örülök nektek, hogy itt vagytok ilyen szép számmal. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes és egy kicsit már változatosabb verseny lesz. Korábban ugye Priskin Győző kollégánk készítette ezt a versenyt elő, illetve csinálta. Most egy kicsit másabb kép, egy kicsit tűzoltósabban is készítettük elő ezt a versenyt, és a versenyszámok is egy kicsit több tűzoltói feladatot fognak szerintem tartalmazni. Ügyességi vetélkedőn vettek részt az iskolák képviselői a Hallerban. Nem először volt erre példa, már a korábbi években is helyt kellett állniuk a megoldandó katasztrófa helyzetekben. Célja az, hogy az ifjúságot is bevonjuk a katasztrófa védelmi feladatokba, illetve még reménykedünk abban, hogy későbbiekben valamilyen szinten, vagy önkéntesként, vagy hivatásosként akár a szervezethez is hozzá lehet őket majd kötni az ismeretanyagainkkal. 14 csapat indult, 6 általános és 8 középiskolás kategóriában. A versenyzőknek gyakorlatban és elméletben is meg kellett felelniük. A teszt kérdései többnyire veszélyes szituációkra irányultak, az ügyességi feladatok között pedig volt kirakós és vízsugárral célba lövés is. Homokzsákpakolás, ebből nyúlgát építési feladat is lesz, tömlőgurítási ügyességi feladat, célba kell gurítani a tömlőt, illetve lesz egy ügyességi akadálypálya verseny is, versenyszám is. Azok, akik a legjobban szerepeltek, nem maradtak jutalom nélkül. Természetesen a legjobbak tovább jutnak a megyei versenyre, és onnantól kezdve már csak az országos verseny a következő cél. Remélhetőleg az itt lévő csapatok közül az országos verseny is megmérettethet valaki.
Nem csak a győzelemért éri meg részt venni a versenyen, olyan tudást sajátítanak el itt a diákok, amelyet alapvetően minden állampolgárnak ismernie kell. Az önvédelemhez, illetve maga az, hogy önkéntesként részt tudjon venni egy nagyobb katasztrófa helyzetben, és ismerje azokat a magatartási szabályokat, amik ilyenkor szükségesek ahhoz, hogy életet menthessen, vagy a saját életét megmenthessen. Szeretnék majd nagykoromban belépni a polgárvédelmisekhez, mert ugye apukám tűzoltó, és hát tetszik, amit csinál. El tudjuk látni a beteget, vagy amíg a mentő kér, addig megnyugtatjuk esetleg, vagy ugyanúgy, hogyha árvízen, akkor kimegyünk zsákot pakolni, vagy ugye most az időjárás megint ilyen havas lett, és hát például, hogyha autópályán ott rekedve, aki, akkor kivegyünk önkéntesen, segítünk nekik. A gyermekek előzetesen már fel tudtak készülni az elméletre az interneten, az ügyességi feladatokat pedig már a kirendeltségen gyakorolhatták, hogy a megmérettetésen már ne érje őket meglepetés. Manapság szinte mindenki használja ilyen-olyan módon az internetet, ezért is fontos, hogy a turizmusban érdekeltek tisztában legyenek az e-marketing világával. A Sziget Közturizmusáért Egyesület TDM pályázat keretén belül valósította meg az online marketing üzleti kommunikációs képzését. Az előadások alapvetően az Egyesület tagjainak, tagvállalkozásainak szóltak. A digitális világ eszközeit, megoldásait, lehetőségeit vettük sorba, hogy a turisztikai, helyi turisztikai cégeknek milyen lehetőségük van ezen a csatornán hirdetni, mert hogy most már nekik is nagyon fontos, hogy minél inkább használni tudják a digitális csatornát, és ezeket néztük át, hogy milyen megoldások, lehetőségek állnak a rendelkezésre. Mára az internet vált a legjobban használt marketingeszközzé, a webes reklám jut el a leggyorsabban a vendégek felé. Az előadások során elhangzott szinte az összes lehetőség a leghatékonyabb módszerekre. Az előadásunk elsősorban a hagyományos digitális média megoldásokról szól, tehát átnéztük azt, hogy mit jelent egy klasszikus banner megoldás az interneten, aztán egy kicsit elkanyarodtunk az okostelefonok világába, hogy miért fontos ma okostelefonon is jelen lenni, hogyan kell jelen lenni, aztán itt végképp elkanyarodtunk az okostelefonok kapcsán a jövőbe, ahol felmerült, hogy 4-5 éves távlatban mire kell számítani. Volt szó továbbá a közösségi és kereső marketingről is. A digitális platform sokat tud segíteni a turisztikai cégeknek, hiszen a legtöbb érdeklődő a hálózaton tájékozódik. A jól eltalált kulcsszavak, megfelelő megszólítás és a hasznos információk jelentős befolyással bírnak. A résztvevők között vannak olyanok is, akik éppen csak most ismerkednek az online világgal, illetve az online hirdetési lehetőségekkel is. Őnekik inkább egy olyan céllal tartjuk, hogy tényleg megismerjék, biztonsággal tudják használni az online lehetőségeket. A mostani bonyolult internetes világban én úgy gondolom, hogy nekünk is így a fürdő számára ez nagyon előnyös, az itt hallottak és látottak. Nagyon nehéz azért nekünk is eligazodni abból, hogy valójában melyik reklám lehetőség vagy melyik marketing irányzat hasznos lehet, merre felé induljunk, egyáltalán visszamérni azt, hogy ez hogyan jutott el a vendégeinkhez, hogyan találtak egyáltalán meg minket. Turisztikai szempontból nagyon fontos lépést tartani a digitális fejlődéssel, hiszen az okostelefonok világában ez meghatározó lehet. Kedves nézőink, összeállításunk végéhez érkeztünk, de ne menjenek sehova. Hamarosan folytatjuk ugyanis az április hónappal.